Mindenható örök Isten, te irányítod
rendesen Szent Atyánkat, segíts, hogy a keresztény nép gondviselésed kormányzásával, ennek a pápának vezetése alatt gyarapodjék hitben és érdemekben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most Péter püspökünkért és minden püspökért, az áldozó papokért, a szerpapokért, s az egyházban szolgálatot teljesítő évekért imádkozzunk, testvére, valamint Isten egész népéért. Mindenható örök Isten, szent lelked, megszenteli és vezeti egyházad minden tagját, hallgass meg minket, amikor a papságért és az összes hívőért hozzáesedezünk, hogy kegyelmet segítségével mindnyájan hűségesen szolgáljunk neked, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. A keresztség előtt állókért imádkozzunk, testvére, az Úristen nyissa meg szívüke, és tárja fel előttük a kegyelem kapuját, hogy újjászülethe a keresztség vizébe, bűnei bocsánatát elnyeri, és immár ők is, a mi Urunk Jézus Krisztusban éljenek. Mindenható örök Isten, egyházadat mindig új tagokkal gyarapítod, növeld a keresztelendőkben a hitet és igazságaik megértését. Add, hogy a keresztség vizében újjászületve gyermekeid közé kerüljenek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most imádkozzunk összes testvéreinkért, akik Krisztusban hisznek, hogy Urunk és Istenünk őket igaz tettei útján az egyetlen egyházba gyűjtse össze, és ott meg is őrizze. Mindenható örök Isten, ami szétszóródott, te összegyűjtöd, és amit összegyűjtöttél, megőrzöd. Tekints kegyesen fiad nyájára is add, hogy a hit osztatlan épsége és a szeretet köteléke egyesítse azokat, akiket megszentelt az egy keresztség, Krisztus a mi Urunk által. Amen. A zsidó testvéreinkért is imádkozzunk, hogy azok, akikhez előbb szóljunk, Urunk Istenünk, őt egyre jobban szeressék, és álhatatosan őrizzék a szövetségi hűséget. Mindenható örök Isten, te ígéreteidet Ábrahámnak és utódainak adtad, hallgass meg kegyesen egyházad könyörgését, hogy az Ószövetség választott népe eljuthasson a megváltás teljességére, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Krisztusban, a Szentlélek világossága töltse el őket, hogy megtalálják ők is az üdvösség útját. Mindenható örök Isten, add, hogy azok, akik még nem hisznek Krisztusban, őszinte szívvel járjanak előtted, és találják meg az igazságot. Mi pedig a kölcsönös szeretetben mindig előbbre haladjunk, és isteni életet titkának mélyebb megértésére vágyakozva, tökéletesebb tanúságot tegyünk a világban isteni szeretetedről, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Istenben, hogy őszinte szívvel az igazságot keresve megtalálják Isten, és kegyelmével eljussanak hozzá.
Atyaváltó örök Isten, Te úgy alkottál meg minden embert, hogy vágyakozó szívvel keressen Téged, és csak benned találja meg nyugalmát. Kérünk ad, hogy az emberek minden akadály ellenére örömmel valljanak igaz Istennek és az emberi nem atyának, aki minden és mindenki fölismerje atyai jóságot jeleit, valamint hívei jó tetteinek tanúságtételét Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az államfőkért és a hatóságokért imádkozzunk, testvére, az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, hogy szándéka szerint szolgálják mindenki szabadságát és az áldott békét. Mindenható örök Isten kezedben van az emberek sorsa és megszabad a népek jogait. Tekints kegyesen azokra, akik fölöttünk hatalmat gyakorolnak, és add, hogy az igazi békesség, a vallásszabadsága és a népek jóléte megvalósuljon az egész világon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most azért imádkozzunk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, hogy tisztítsa meg a világot minden téveitől, a betegséget tartsa távol tőlünk, az éhínséget üzze el, a börtönöket nyissa meg, a bilincseket oldja föl, az utazóknak adjon biztonságot és szerencsés érkezés, a betegeknek gyógyulás, a haldoklóknak pedig örök élete. Mindenható örök Isten szomorúak vigasztalója, bajba jutottak erőssége, jusson el hozzád könyörgésünk, amikor a sokféle bajból hozzád kiáltunk. Érezzük mindnyájan boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságot, Krisztus a mi Urunk által. Amen. A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvére, hogy megtapasztalhassa a keresztény nép életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a mindenség királya. Mindenható örök Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg gyermekeid terhét, fogadd országokba az elhunytakat, és erősítsd meg gyönge hitünket, hogy ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztus, aki értünk kiürítette a szenvedés kenyhét, add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk Atyai gondviselésedben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a nagypéntek talán legszebb, legsajátosabb szertartása következik módolat a Szent Kereszt előtt. A mai aktualitásokat figyelembe véve, rendben, fegyelmezetten, felelősen, kellő távolságot tartva egymástól, jöjjünk majd ki a Szent Kereszt elé, most ne érintsük meg, főleg ne csókoljuk meg a keresztet, hanem térdhajtással vagy fejhajtással fejezzük ki hálánkat az értünk meghaló Jézus Krisztusnak. Utána pedig szépen menjünk vissza a helyünkre. Nem kell egyszerre, hogy sokan sorba álljunk, hiszen úgyis látjuk azt, hogy hogyan fogy előttünk a sor. Ha egyszerre 5-6 testvér ott van, az mindig elég. A
Köszönöm szépen. Son.
Őrzik!